Ezen a Fehérvár közeli hétvégi telken csaptak fel a lángok, a tűz miatt a szomszédos házak is veszélyben voltak. Az oltást az is nehezítette, hogy az udvaron sok szemetet halmoztak fel. Ez a férfi bérli a telken lévő kis házat, ő fedezte fel a tüzet is. Mivel a telken nincs vezetékes víz, a bérlő nem tudta megfékezni a lángokat, mikor azok felcsaptak. A tűzoltók kiérkezéséig egy lapáttal próbálta oltani a tüzet. Nem tudtam semmit csinálni, mert elkezdtem ütögetni ízével a hólapáttal, se tudom hol van, nem is érdekes. És ez a tűzoltókat kiértesítette? Hát a szomszédok itt, akik laknak arra előbbre. A tűz akkora volt, hogy a helyszínre érkező tűzoltóknak erősítést kellett hívniuk, mert félő volt, hogy a száraz környezetben a lángok átterjednek a környékbeli bozótra. A helyszínre érve láttuk, hogy valóban egy nagy területről van szó, körülbelül egy 3-4 hektárnyi területen még égett a nádas, és látható, hogy a hétvégi házak közé is betört a tűz. A tűzeset során senki nem sérült meg komolyabban, a telket bérlő lakók könnyebb sérüléseit a mentők még a helyszínen ellátták.